58 település tartozik a Bonyhád-Dombóvári választókörzetbe, Potápi Árpád János országgyűlési képviselővel beszélgetünk a következő szűk fél órában arról, hogy tulajdonképpen milyen fejlődés is valósult meg az elmúlt időszakban ezeken a településeken. Köszöntöm, képviselő úr. És hát kezdjük ott, hogy a tervezés ugye elindult, amikor a megyékhez kerültek, tehát a megyék szerepe megváltozott és területfejlesztéssel kezdtek foglalkozni. Akkor elmondták, hogy először tervezés, aztán az építkezés, és utána jönnek az átadások, és hát ugye most 2020 a ciklus vége felé közeledve, az most már látszik is, hogy tulajdonképpen elkezdődtek, vagy lassan elkészülnek azok, amiket előtte kitaláltak. Ez így van, én is köszöntöm a tévénézőit. Valóban három választókerület alakult ki 2014-ben Tolna megyében, addig öt volt. És mivel a parlamentnek a létszáma, tehát a képviselők száma lecsökkent 199-re, és a választókörzetek is a 176-ról 106-ra csökkentek, itt Tolna megyében is nyilván csökkenteni kellett a körzeteknek a számát. Három körzet maradt meg, a Szekszárdi, a Dombóvári és a Paksi körzet. Itt a miénkben, a Dombóváriban három város található, Dombóvár a körzetközpont, egy ilyen alközpont szerepet játszik Bonyhád, és a harmadik város pedig Nagymányok, és emellett pedig még 55 kisebb település van. Ezek közül kiemelkedik néhány nagyobb község, de alapvetően az én választókörzetem aprófalvas szerkezetű, és amikor a topoknak a rendszerét kialakítottuk, illetve próbáltuk meghatározni a célokat, akkor én annak voltam a híve, hogy a forrás elosztásnál inkább egy-egy település, vagy egy-egy cél, vagy egy-egy projekt kisebb összeget kapjon meg, de lehetőleg minden településre próbáljunk meg eljuttatni fejlesztést. Így arról tudunk beszámolni, hogy 33 település sikeresen pályázott nálunk, és ebből 66 projekt tud megvalósulni 8,5 milliárd forinttal. Az összmegyére egyébként 27,5 milliárd forint jutott, vagy jut, és 15 féle pályázati cél valósulhat meg a topos fejlesztéseknek köszönhetően. Nyilván az elmúlt időszakban nem csak topos fejlesztések valósultak meg, nem csak topos pályázatok jelentek meg, hanem számos más egyéb forrás is elérhetővé vált a vállalkozók számára, a mezőgazdasági vállalkozások számára, az önkormányzatok, önkormányzati cégek, intézmények, akár önkormányzati, akár pedig állami intézmények számára, akár oktatási, szociális, vagy pedig egészségügyi célú fejlesztésekről van szó. Gyakorlatilag az én körzetemben szinte minden, ugye 18 féle pályázati célt határoztunk meg itt a megyében, abból 15 valósult meg, tehát majdnem minden pályázati cél szerepelt itt az én választókörzetemben is. Tényleg fontos cél volt az, hogy a városokon kívül a kisebb települések is juthassanak forráshoz, mert azt gondoljuk, hogy nyilván nagyobb cégek letelepítése, illetve ipari park vagy ipari területeknek a bővítése, megerősítése nyilván városokban lehetséges, meg ott, ahol már vannak ilyen területek. Viszont a kisebb településeket is úgy meg kell erősíteni, hogy ne néptelenedjen el a vidék, ezeken a településeken is maradjanak ott az emberek, legyen elérhető intézményrendszer, orvosi, egészségügyi hálózat és kulturális intézmények, ha már oktatási intézmények nincsenek, de ahol pedig oktatási intézmények vannak, akkor pedig azokat kell megerősíteni. Így arról tudunk beszámolni, hogy az iparterületeket is tudtuk bővíteni, illetve akár Bonyhádon ugye az ipari parkot tovább tudtuk bővíteni. Aki mondjuk 2010 és 2014 között járt az ipari parkunk területén, azért ott nem sok beruházást láthatott. 2014-ben tettük le az első ipari csarnoknak az alapkövét,
és azóta pedig nyugodtan mondhatjuk azt, hogy szinte gombamód szaporodnak a csarnokok. Egyébként volt egy kimutatás, amit láttam, hogy a körzetekben, illetve a megyében az egyik leggyorsabban fejlődő, hanem a leggyorsabban fejlődő kis régió éppen a Bonyhádi. De ehhez mi kell egyébként? Tehát egy gondolom nem csak annyi. Ehhez sok minden kellett, például az kellett, hogy közel 10 évig bíztunk abban, hogy az ipari park cím megszerzése után ezen a területen majd fog történni valami. Éveken keresztül csak dolgoztunk, és semmi eredménye, semmi látszatja nem volt a tevékenységünknek, viszont nem adtuk fel, nem adták fel azok a cégek, akik benne voltak az ipari park Kft.-ben, és az önkormányzat sem vonult vissza, hanem hitte abban, hogy előbb-utóbb itt meg tud valósulni valami. És mivel ezt nem adtuk fel, szívosan kitartottunk, nem tudtak egyébként megfojtani bennünket, a szocialista SZDSZ-es kormánynak voltak azért kísérletei erre. Mi soha semmilyen pályázatot itt nem nyertünk, és újabb területeket sem kaptunk ehhez. Viszont nem adtuk fel, és előbb-utóbb, mivel kitartottunk, életben maradtunk, így gyakorlatilag a 14 után kezdődő fejlesztési lehetőségek elértek bennünket is. És így ezeket a cégeket, akik megtelepedtek, ezeket tudtuk támogatni, és utána pedig újabb bővítéseket tudtunk támogatni. Úgyhogy én örülök annak, hogy az önkormányzat ott volt és kitartott végig. Azért van ennek látszatja, és a fejlődés is gyors. Hasonló szép fejlődést tudhat ilyen téren, nyilván kisebb volumenűt, de a településhez képest nagyon jó eredményeket, nagymányok. Nagymányokon bár nem ipari park van, hanem ipari terület. Az elmúlt időszakban főleg az önkormányzat, illetve polgármester úr hathatós munkájának köszönhetően jelentősen fejlődött. Úgyhogy örülök, hogy ezek megvalósultak. Én szinte a legfontosabb eredményének az elmúlt években az ipari parkunk fejlesztését tartom. Ez visszaköszön egyébként máshol is? Tehát, hogy érdemes a gazdaságot fejleszteni? Mindenképpen érdemes, és én szerintem az önkormányzatoknak a gazdasági életben mindig benne kell lenniük. Valamilyen módon. Egyrészt, mert akkor a helyi gazdaság alakulására rálátásuk van, illetve elsődleges információk vannak, és ráhatásuk is van. Másrészt pedig nyilván, mivel a helyi gazdaságot erősítik, így adóbevételeik is származnak ezekből a létesítményekből. Úgyhogy nem szabad ezekből a cégekből kivonulni, nem szabad akár az ipari csarnokok tulajdonából se kimenni, mert ezek mindig egy pezsgést adnak egy-egy városnak, és nem csak a városnak, hanem a kis térségnek, vagy például a járásnak. Úgyhogy ez egy nagy eredmény, amit az elmúlt években itt közösen tudtunk elérni. Aztán utána pedig lehet beszélni akár az oktatási intézményeknek a fejlesztéséről. Itt lehet hozni az iskolákat, azért szinte minden nagyobb iskola kapott valamilyen fejlesztési összeget. Ezeket részben már át is adtuk, illetve folyamatosan készülnek. Hadd mondjak néhányat, ilyen a Nagymányoki Általános Iskola, ilyen például a Kölesdi Általános Iskola, ilyen a Teveli Általános Iskola, és lehetne sorolni tovább a sort. Aztán azt nem mondom, hogy szinte nincs olyan település, de hosszan lehetne sorolni azokat a településeket, ahol óvodafejlesztések valósultak meg, illetve valósulnak meg a következő időszakban. Ennek azért is örülök, mert nemzetpolitikai államtitkárként a Kárpát-medencében most már harmadik ütemben kezdődik meg az óvodafejlesztési programunknak, és ezzel párhuzamosan azt mondhatjuk, hogy Magyarországon is, sőt, Tolna megyében és az én választókörzetemben is fejlődnek, szépülnek, megszépülnek az óvodák, illetve a bölcsödék is, bölcsödei részek. És van is bele gyerek? Most azt tudjuk mondani, hogy nem csökken a gyereklétszám, általában nem csökken a gyereklétszám, stagnál, vagy sok ilyen enyhe növekedés is tapasztalható. Ez az elmúlt időszakhoz képest egy jó eredmény.
és remélem, hogy a következő években pedig azt tudjuk mondani, hogy mindenhol egyre több gyermek születik, és ezek az óvodák valóban megtelnek élettel. A szociális szférát ugyanígy említhetnénk, de a két kórházat is, ami az én választókörzetemben van, a nagyobb ugye a dombovári, ott is számos fejlesztés valósult meg, és a bonyhádi kórházban is. Én azt gondolom, hogy ezek a kórházak megtalálták a megváltozott egészségügyi struktúrában a helyüket, és remélem, hogy a betegek is úgy érzik, hogy legalábbis amiért megvannak ezek a kórházak, azt a feladatot jól ellátják. Emellett az egészségügyi fejlesztéseknél hozhatjuk az orvosi, házi orvosi rendelőknek a rendbetételét, a gyermekorvosi rendelőknek a rendbetételét, illetve a fogorvosi rendelőknek a fejlesztését. Szinte minden településen, ahol van orvosi rendelő, az az elmúlt időszakban meg tudott újulni, vagy pedig most újul meg. Ezek fontos dolgok, mert az emberek biztonságához nem csak a közbiztonság tartozik hozzá, hanem az is, hogy amellett, hogy biztonságban tudnak élni, és az otthonokban biztonságban vannak, másrészt pedig az egészségügyi ellátás is biztonságos, és tudják, hogyha ha valami baj van, vagy betegek, akkor számíthatnak a saját településükön orvosi ellátásra, illetve a járásközpontban ott van a megfelelő járóbeteg ellátás, nappali vagy egynapos sebészet például, illetve nagyobb létesítmények. Nyilván ezek a kórházak nem alkalmasak arra, hogy mondjuk a nagy beteg embereket ellássák, arra megvannak a megfelelő centrumok az országban, egyetemi kórházak és nagyobb kórházak, amik fogadják ezeket a betegeket. Amikor a polgármesterek egyébként országosan ragaszkodtak, illetve nem tetszésüket nyilvánították ki a különböző egészségügyi átszervezéseknek, én mindig azt mondtam, hogyha neki mondjuk tényleg valami komolyabb baja lenne, akkor ő ezt a kórházat választaná, vagy valamilyen centrumba menne el. Nyilván az utóbbit mondta. Így én akkor, tehát ennek alapján is mondhatjuk azt, hogy a centrumokat meg kell erősíteni, és nyilván ezeket a kórházokat is a megfelelő funkciónak megfelelően kell üzemeltetni. Mi egy országgyűlési képviselő dolga akkor, amikor ezek a fejlesztések megvalósulnak? Elég lobbizni, egyáltalán lehet-e lobbizni, vagy le kell menni a településre, kell noszogatni az ottani polgármestert, sőt egyáltalán megvalósulhat-e egy fejlesztés például egy olyan gárda nélkül, aki például megírja azt a pályázatot és végigmenedzseli rendben. Tehát mögötte is gondolom óriási munka van. Hát ez egy összefogásnak köszönhető, vagy ezek az eredmények összefogásnak köszönhetőek. Azt tudtuk, hogy a megyének, tehát Olna megye számára mennyi toppos fejlesztési lehetőség van. Ezt a megyei önkormányzat ugye segítette a pályázatoknak a kiírását, véleményezte, illetve segítséget is nyújtott a pályázatoknak az elkészítéséhez, a közbeszereztetéshez is több önkormányzatnak segítséget nyújtott. Azt nem mondom, hogy az összes pályázat rajtuk keresztül ment, de egy jelentős része. Nyilván azok az önkormányzatok, akik nem kérték a megyei segítséget, illetve önmaguk is meg tudták tenni, vagy egy részét önmaguk valósították. Ezek gondolom inkább a városok lehet. A városoknál is voltak olyan projektek, amiknél a megye segítségét kérték. A kis települések voltak inkább, igen, akik a megyével dolgoztak. A megyénél két cég is áll rendelkezésre ahhoz, hogy illetve maga a megyei terület fejlesztési funkció, ami ezeket a pályázatokat előkészítette, illetve bonyolította, és az irányító hatóság felé pedig a megye tartotta a kapcsolatot. Nyilván az önkormányzatok közvetlenül is kereshették az irányító hatóságot. Az országgyűlési képviselőknek ebben koordinátori szerepe volt. Elsősorban ugye Hirt Ferenc képviselőtársunknak,
Horváth Istvánnak nyilván, és nekem is ebben a munkában segített be, most már vagy segít be Süli János miniszter úr képviselőtársunk, és azt gondolom, hogy fontos az, hogy mi mindig összhangban tudjunk dolgozni, mi hárman is, illetve előtte négyen, és a megyei önkormányzat, és Fehérvári Tamás a megyei önkormányzatnak az elnöke. Nyilván ez egy kényes egyensúly, mert semmi pénz nem elegendő a fejlesztésekhez, viszont tudni kell mindig háttérbe is húzódni annak érdekében, hogy egyébként tényleg a rászoruló önkormányzatok, települések kapjanak lehetőséget egy célnál. Na most nyilván ez az előkészítésre vonatkozik. Az elbírálásnál azért ott különösebben egy képviselő nem tud mit tenni, mert pontrendszer alapján történik meg az elbírálás. Lobbizni lehet, a képviselőknek az is a feladata, hogy lobbizzanak, meg vigyék előre a dolgokat, de ha jól elő van készítve, és egyébként a települések is úgy adogatják be a pályázatokat, hogy egymást nem ütik ki, akkor viszonylagosan, és ha jók a pályázatok, akkor viszonylagosan az eredményt is előre lehet sejteni. 58 településről beszélünk, ugye a 33 nyert, nyilván mindenki nem nyerhet pályázaton, van, aki például meg se próbál? Hát nem mindenki kapott a toppos fejlesztésből, vagy nem volt ilyen beruházása, illetve nem voltak ilyen céljai, vagy más forrásból próbált pályázni. Ma például ugye Gyulajon adtunk át egy idősek nappali otthonának a konyha fejlesztését. Ez most készült el. Ez több mint 20 millió forintos beruházás volt, ahol a pályázati összeg, vagy elnyert összeg ilyen 17,5 millió forint volt. Ezt költségvetési keretből nyerte el a település. Ez nem tophoz kapcsolódó, de például az EFOP-os pályázatok vagy a KEHOP-os pályázatok szintén nem ilyen keretből valósultak meg, vagy a vállalkozóknak a támogatása, a mezőgazdasági vállalkozóknak a támogatása, GINOB-ból, VPOP, VOP, és lehetne sorolni ezeket a mozaik szavakat, amit a nézőknek a nagy része lehet, hogy nem is tud, hogy mik, és én is csak lehet, hogy úgy csinálok, mint hogyha tudnám. De nyilván mondjuk egy-egy ilyen pályázatot én magam sem tudnék megírni, mert ide tényleg segítség kell, pályázatíró cégek, illetve megyei önkormányzatnak a segítsége kell. A topos források ugye 2020-ig tartanak az Európai Uniós költségvetési ciklussal. Nem csak a topos, hanem egyáltalán az Európai Uniós pályázati lehetőségek akkor fejeződnek be. Illetve vannak olyanok, amik áthúzódnak. Nálunk is volt olyan, ami 14 előtti időszakból húzódott át, de ezeknek a száma csekély. Két év van odáig, ugye azt is látjuk, hogy a TOB-ban már nagyjából nem minden, mert 2 milliárd forint még van benne, amit majd újra ki fognak írni. Hogyan tovább? Tehát mi lesz itt a következő éveknek a fejlesztési elképzelése? Hát én azt gondolom, hogy ez az időszak, ez a 7 év nagyon fontos volt abból a szempontból, hogy akik valamit nagyon meg akartak csinálni, és ehhez pályázati pénzt akartak igénybe venni, tehát külső segítséget, azoknak időben kellett ébredniük, és ezekre pályázniuk kellett. A következő 7 éves időszakra még csak jósolni sem lehet előre, hogy milyen források állnak majd rendelkezésre. Ez nagyban fog függeni szerintem az Európai Uniós választásoktól, 19 májusától, hogy milyen összetételű Európai Uniós parlament, illetve bizottság alakul majd ki. Hát mi nagyon reméljük azt, hogy a Fidesz az egyik legnagyobb frakció, ha nem a legnagyobb erő lesz az unión belül, és nagyon reméljük azt, hogy a néppárt a vezető szerepét megőrzi, és a néppárton belül is azok a politikai erők kerekednek felül, amelyek hasonló nézeteket vallanak, mint mi. Most nyilván a következő költségvetési ciklust ez alapvetően meg fogja határozni,
hogy fog kinézni, hogy milyen fejlesztési lehetőségeket és forrásokat kapnak majd a közép-európai országok, azok, akik később csatlakoztak az Unióhoz. De nyilván az is igaz, hogy az elmúlt időszakban, az mostani 7 évben azért ezeknek az országoknak a gazdasági fejlettsége is más, mint mondjuk 2013-14 előtt. Úgyhogy hál' Istennek mi is azért erősödtünk, és már más helyzetben vagyunk. Tehát erre most valami előrejelzést adni, hogy mennyi forrás lesz és milyen célokra, azt szerintem most még nem lehet. De akkor a lendület várhatóan visszább áll. Hát ez a fajta támogatási rendszer valószínűleg, hogy igen, majd meg kell keresni azokat a lehetőségeket, ahonnan forráshoz juthatunk. Másrészt pedig azért egy fontos változás a szocialista időszakhoz képest, az ő 7 éves ciklusukhoz képest, az az, hogy akkor ők 30%-ot szántak gazdaságfejlesztésre, és többi 70-et egyéb más célra, és mi pedig 60% felett fektettünk be a gazdaságfejlesztésbe. Ezt azért tettük meg, mert bármilyen források lesznek majd későbbiekben, egy működő gazdaságot kell építeni, és majd utána ez a működő gazdaság, egyébként Közép-Európa, a V4-ek, az Európai Uniónak a gazdasági motorja, a leggyorsabb itt nálunk a fejlődés, és nagyon reméljük, hogyha meg is változik majd az Európai Uniós feltételrendszer, akkor is ezek az országok lesznek a húzó országok. Tehát fog működni magától is ez a motor. Ne menjünk el az államtitkárság mellett sem, ugye eddig itt a képviselői körzetéről beszéltünk. Nemzetpolitikai államtitkárként milyen évet zártak? Hát erről éppen a napokban több helyen nyilatkoztam. Nagyképű nem akarok lenni, meg nyilván a saját területemet sem akarom dicsérni. Viszont azt látni kell, hogy a 2010-es kormányváltás egy nem szimpla kormányváltás volt semmilyen területen, és ez a nemzetpolitikára is érthető nyilván. Egy radikális változásról vagy váltásról van szó, nem csak a támogatási arányokban, hanem a célok meghatározásában és a magyar-magyar kapcsolatrendszer megerősítésében és megszilárdításában. Talán ma elmondhatjuk azt, hogy a magyar-magyar kapcsolatrendszer, a magyar-magyar kapcsolati háló a Kárpát-medencében, de a diaszpóra magyarságával is soha nem volt olyan erős 100 éve, mint most. Ez egy fontos és roppant nagy eredmény, mert persze fontosak a támogatási pénzek, fontos az, hogy hogyan fejlesztjük a magyar gazdaságot az utódállamokban, fontos az, hogy az intézményrendszerünkre, a civil szférára mennyi pénzt tudunk nyújtani, de hogyha ez nem vezet el a magyarság, a magyar nemzet megerősítéséhez, vagy erősödéséhez, akkor a célt nem értük el. Én azt gondolom, hogy ezt a célt el tudtuk érni, bár sosem vagyunk 100%-osak, de azért óriásit léptünk előre. Több pénzt is fordítanak. Hát több pénzt is tudunk fordítani erre. Ez több mindennek köszönhető. Egyrészt annak, hogy a mostani kormánynak a határon túli magyarsághoz való hozzáállása ég és föld a szocialista kormányokéhoz képest. Ők gyakorlatilag 2004-gyel és az azt megelőző évekkel, meg a következő évekkel is, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy megtagadták a határon túli magyarokat. Ezt lehet mismásolni, lehet mást mondani, de akik végigélték ezt az időszakot, én végigéltem, bár idősebb vagyok, állítólag hűlök is, de annyira nem, hogy még ne emlékezzek vissza 15 évvel ezelőttre, vagy 14 évvel ezelőttre, és nagyon jól emlékszem, hogy hogyan álltak ehhez a kérdéshez. Egyébként akkor is más területen képviselőként hasonló témákkal foglalkoztam. Ma azt mondhatjuk, hogy a Kárpát-medencén, hogyha végigmegyünk, és magyar településeken, vagy magyarok által lakott településeken járunk, nincs olyan település, ahova a magyar kormány az elmúlt időszakban valamilyen módon támogatást ne adott volna, vagy pedig ebbe a kapcsolati rendszerben építette volna bele. Mert nem biztos, hogy az önkormányzat kapott, akkor lehet, hogy a civil szervezet kapott, akkor lehet, hogy egy-egy vállalkozó, panziós, vendéglős, és folytathatnám tovább a sort,
vagy házi orvos kapott valamilyen támogatást. Nyilván ennek az az oka, hogy azt szeretnénk elérni, hogy a magyar nemzet, a magyarság, a magyar közösségek és a magyar emberek azon a területen, a szülőföldjükön tudjanak boldogulni, ahol születtek, ahol élnek. Ezt akarjuk megerősíteni Magyarországon is, és határon túl is. Ma még mindig 15 milliós magyarságról lehet beszélni. 2,5 millióan élnek körülbelül diaszpórában, tehát Nyugat-Európában, tengeren túlon, Kanadától Új-Zélandig, és körülbelül a Kárpát-medencében is 2,5 millió magyar van még Magyarországon kívül. Ma is azt mondhatjuk el egyébként, és hogyha végig számoljuk a különböző országoknak a nemzeteit, illetve a nemzetiségeket megnézzük, akkor egyértelműen az mondható el, hogy a magyar nemzet a legnagyobb a Kárpát-medencében, és az elmúlt időszakban az arányunk nem csökkent a Kárpát-medencében, sőt, egyes területeken enyhe növekedés is tapasztalható, hadd ne menjek most végig a különböző nemzetiségeken. És nyilván nekünk az sem orvosság, hogy a velünk szomszédos nemzetnek a tagjai jobban fogynak, mint mi. Nekünk az az érdekünk, hogy egyébként a magyar nemzet megerősödése mellett és számbeli növekedése mellett a velünk szomszédos népek is erősödjenek, és Közép-Európa erősödjön, mind számában, mind identitásában, mind pedig gazdasági erejében, mert csak közösen tudunk elérni közös célokat. Pont a számra akartam egyébként rákérdezni, hogy ezzel a fajta politikával meg lehet tartani, vagy akár növelni is a határon túli magyar létszámot, vagy csak lassítani az asszimilációt, ami óhatatlan. A lassítást mindenféleképpen el tudtuk érni. Én remélem azt, hogy a csökkenést is mérsékelni tudtuk az elmúlt időszakban. Én mindig abból indulok ki, hogy mi lett volna, hogyha nem tettünk volna semmit. Akkor szerintem sokkal rosszabb számokról tudnánk beszélni. És az elmúlt év például 18-as a külhoni magyar családok éve volt. Az idei a gyerekek éve, amit az államtitkárság, mint tematikus évet bonyolít le. Egyértelműen, hogy a családok felé fordulunk, nem csak Magyarországon, hanem határon túl is. Nekünk, mi úgy gondoljuk, hogy Magyarországon és Kárpát-medencében is a társadalom alapegysége a család. Hogy a családokat tudjuk erősíteni, akkor minden más egyéb területet is tudunk erősíteni. Mert ha nem erősítjük a családokat, akkor egyébként semmilyen célt nem érünk el. Mert akkor miért fejlesztjük a kórházakat, miért fejlesztjük az oktatási intézményeket, miért építünk óvodát vagy bölcsödét, hogyha nem számítunk vitális nemzetre. Nyilván azért tesszük ezt, mert az a célunk, hogy egy erősödő magyarság, egy erősödő nemzet lakja be a következő évtizedekben vagy évszázadban is a Kárpát-medencét. Mivel mi magyarok vagyunk, ezért nyilván a szívünknek is az a jobb, hogyha a magyarok ilyen erősek. De ez nem jelenti azt, hogy nekünk nem érdekünk a szomszédos népeknek a hasonló megerősödése. Képviselő, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, az időnk lejárt. A nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, viszontlátásra. Köszönöm szépen.